Köszöntöm a Presszó nézőit! Elsöprő győzelmet aratott a Fidesz-KDNP az országgyűlési választáson. A szavazatok csak nem teljes feldolgozottsága alapján a kormánypártok kapták az országos listákra a leadott voksok mintegy 49%-át. A Jobbik 19,5%-on, az MSZP Párbeszéd valamivel több mint 12%-on, az LMP majdnem 7, a DK pedig 5,5%-on áll. Taroltak a kormánypártok az egyéni körzetekben is. Az adatok 95,92%-os feldolgozottságánál a leadott érvényes szavazatok alapján 51,4%-kal Kontrát Károly nyerte meg az országgyűlési képviselőválasztást a Veszprém megye 2. számú választókerületben. A politikus a Fidesz várpalotai eredményvárójában köszönte meg minden választópolgárnak a 2018-as szavazáson való részvételt. Így ünnepelték az éjszaka a győzelmet a Fidesz várpalotai eredményvárójában. A 2018-as országgyűlési képviselő választást az adatok csak nem teljes feldolgozottságánál a leadott voksok alapján Kontrát Károly nyerte meg Veszprém megye 2. számú választókerületében. Mindenkinek szeretném megköszönni azt a munkát, amely ma este eredményre vezetett. A politikus minden szavazónak köszönetet mondott a választásokon való részvételért. Kontrát Károly úgy fogalmazott, az április 8-ai választás a demokrácia győzelme volt, amely elvitathatatlan legitimációt ad a megalakuló új parlamentnek. Kontrát Károly hangsúlyozta, Magyarország most egy olyan döntést hozott, amely kimondta azt, hogy megvédjük azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt 8 esztendőben elértünk. A jövőben pedig folytatni tudjuk azt az építkezést, amelyet már megkezdtünk. Ez az eredmény azt tükrözi, hogy az emberek, a választópolgárok értékelték azt a 4 éves munkát, amelyet a választókerületben személyesen végeztem, együttműködve az önkormányzatokkal. Külön is szeretném kiemelni a várpalotai önkormányzattal, külön is Kampanári Talavérmárt, a polgármester asszonnyal való együttműködést, hiszen mi együtt kezdtük a 8-as elkerülő út forrásainak előteremtését, aztán az építkezés figyelemmel kísérését, aztán a várpalotai fejlesztéseket, a turivár fejlesztés is lehetne még sorolni. Nekem az volt a célom, hogy mindig elérhető legyek, mind az önkormányzatok, mind a választópolgárok számára rendszeresen tartottam fogadóórát. Jelen voltam a települések életében, ami nem könnyű egyébként, mert 45 település tartozik ebbe a választókerületbe, de úgy gondolom, hogy az eredmények azt bizonyítják, hogy ezeket az erőfeszítéseket és ezeket az eredményeket értékelték, és úgy gondolom, hogy jó esélyhez jutott Magyarország, hiszen mi dönthetünk, saját magunk dönthetünk a jövőnkről, arról, hogy folytatjuk azokat a megkezdett döntéseket, amelyeket korábban meghoztunk, amelyeket sok sikerre vittünk. A politikus a célok között külön kiemelte a bérek további emelését, a családtámogatási rendszer bővítését, illetve a gazdasági eredmények további növelését is. Mindemellett ugyanilyen fontos célkitűzése lesz a megalakuló új kormánynak, hogy 2022-ig Magyarország elérje a teljes foglalkoztatottságot, valamint hogy tovább javuljon a belbiztonság és a határvédelem, tette hozzá. Kampanári Talabér Márta hangsúlyozta, a választási győzelemmel most megvan a garancia arra, hogy mindazok a fejlesztések és lehetőségek, amelyeket eddig Várpalota elnyert, illetve a település előtt állnak, megvalósulhassanak. A városvezető reményét fejezte ki, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is jó együttműködés jellemzi majd Kontrát Károly országgyűlési képviselővel a közös munkát, mely további kormányzati támogatásokat is eredményez Várpalota számára. Nagy izgalommal tekintettünk a mai nap elébe, és megmondom őszintén, hogy az én várakozásomat messze felülmúlta az országos eredmény is, meg a várpalota is, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy megerősítést kaptunk a munkánkhoz, mert én úgy fogom fel a saját tevékenységemet is, hogy az országgyűlési képviselőjével együtt tud jól működni és sikeres lenni, és én azt tartottam a legfontosabbnak túl a országos témákon, hogy mindazok a fejlesztések, lehetőségek, amelyeket elnyertünk és előttünk állnak, azok megvalósulhassanak. És azt gondolom, hogy a garancia így most megvan Várpalota számára, hogy ezeket végig tudjuk vinni, illetve hogy újakat tudjunk kitűzni.
A vasárnap éjszakai adatok alapján 95,92%-os feldolgozottságnál a Veszprém megyei 2-es számú választókerületben a Jobbik képviselőjelöltje Kepri Lajos a szavazatok 33,72%-át szerezte meg, míg a demokratikus koalíció színeiben indult Deák Istvánné mellett a szavazók 10,45%-a tette le a voksot. Egyezer-száz szavazásra jogosult választópolgár adta le Várpalotán szavazatát a tegnapi országgyűlési képviselőválasztáson. A voksolás városunkban rendben zajlott. Kontrát Károlyra összesen 5227 szavazatot adtak le, ami a megjelentek számához viszonyítva 47% volt. Várpalotán 19 szavazókör működik, mind a 19 szavazókörben határidőben, illetve reggel 6 órakor időben megnyitottak a szavazókörök, napközben rendkívüli esemény nem történt, este 19 órakor pedig valamennyi szavazókör be tudott zárni, tehát nem volt fennakadás a megjelent választópolgárok számát tekintve. Egyébként Várpalotán a választásra jogosult választópolgárok száma 16.483, és ebből a tegnapi nap folyamán 11.100 fő jelent meg. És a leadott szavazatok alapján dr. Kontrát Károlyra leadott érvényes szavazatok száma 5227, ami a megjelentek számához viszonyítottan 47%-os szavazati arányt jelent, tehát ilyen szavazati arányok születtek. Egyébként semmi fennakadás nem volt, a jegyzőkönyvvezetők napközben a jogszabály szerint eleget tettek a jelentési kötelezettségüknek, a részvételi adatokról tájékoztatták a helyi választási irodát, ebben sem volt fennakadás, és este 19 óra után, miután a szavazókörök bezártak, akkor kezdődött az érdemi munka, és olyan 11 óra éjfél fele jöttek a szavazóköri jegyzőkönyvekkel a kollégák, majd olyan éjjel 3 óra fele tudtunk Balatonfüredre lemenni, a Balatonfüredi egyéni választókerületi irodához, hiszen Várpalota oda tartozik, és nekünk oda kellett vinni a szavazóköri jegyzőkönyveket. Úgy összességében azt tudom elmondani, hogy csendben, nyugodtan, mindenféle fennakadás nélkül zajlottak a választások Várpalotán. Magas volt a részvételi aránya az idei országgyűlési választáson. A szavazókörök reggel 6 órai nyitása óta folyamatosan érkeztek a választópolgárok, hogy kinyilvánítsák véleményüket a pártokról és képviselőkről. Várpalotán 19 szavazókörben várták a választásra jogosult állampolgárokat. Katona Csaba alpolgármester már a délelőtti órákban leadta a voksát. A városvezető azt mondta, mindenkinek alapvető demokratikus joga a választáson való részvétel. Ha végig gondoljuk azt, hogy Várpalotának mekkora esélyt adott az elmúlt 8 éves kormányzati ciklus, ez úgy gondolom, hogy egyértelművé teszi, hogy itt a város az elmúlt 8 év fejlődését a jelenlegi kormányzati ciklusnak és a kormányzó erőnek köszönhette. Katona Csaba úgy fogalmazott, ami most a világon zajlik, nem az európai kultúrkör belső migrációja. Ez veszélyezteti a kontinens kultúrájának és civilizációjának fennmaradását. Az alpolgármester hangsúlyozta, értékeink védelme az április 8-ai választás tétje. Tegnap viszonylag későn értem haza Petrozsényből, Erdélyből, és ott kint Erdélyben egyébként a kápolna szentelésnél fogalmazódott meg az a gondolat bennem, amit talán nagyon röviden úgy mondhatnék el, hogy amíg szól magyar hang, amíg zendül magyar ének, és amíg van magyar ima, addig van hova hazatérnünk, addig van miért harcolnunk. Mindenkinek az érdeke, hogy egyáltalán, hogy van jogunk szavazni, már annak is nagyon kellene örülni, meg tényleg, hogy kezünkben van a változás.
és sok kicsi sokra megy alapon, hogy mindenkinek el kéne mennie szavazni, mert ez mindenkinek az érdeke. Várpalotán is magas volt a részvételi arány az idei országgyűlési választáson. A szavazókörök reggel 6 órai nyitása óta folyamatosan érkeztek a választópolgárok, hogy kinyilvánítsák véleményüket a pártokról és képviselőkről. Én úgy gondolom, hogy minden embernek kötelessége lenne eljönni szavazni, aki él és mozog, sőt, aki meg nem, ahhoz meg illene elvinni egy urnát. Én a magam részéről már hoztam volna olyan törvényt, hogy kötelező legyen szavazni. És akkor nem lehetne azon vitatkozni, hogy miért kétharmad van akkor, amikor csak 40%-a megy el szavazni, mert ha mindenki elmenne szavazni, akkor tényleg ki lehetne számítani azt, hogy a kétharmad az miért kétharmad. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek érdekes az, hogy az ország sorsa a következő 4 évben hogyan alakul, és mindenki tehet azért, hogy az ő sorsa is jobbra forduljon. A tapasztalt választópolgárok mellett szép számmal akadtak olyanok is, akik életkoruk miatt most voksolhattak első alkalommal országgyűlési választáson. Ilyen volt Nyikus Karina is, aki fontosnak tartotta, hogy éljen állampolgári jogával és szavazzon. Nagyon fontosnak tartom, mert a szavazás, mert a következő évekről Magyarország jövőjét döntünk a mai napon, és szeretném biztonságban érezni magam a városunkban és Magyarországon is. A szavazólapokat este 7 óráig volt módja mindenkinek kitölteni és az urnába dobni. Adásunkat stúdióbeszélgetéssel folytatjuk. Állami kitüntetést kapott a közelmúltban Pintér József, a Veszprémi Rendőrkapitányság baleset helyszínelője. Az állami elismerésről, valamint egy népszerű prevenciós filmről is beszélgettünk a rendőr főtörzsászlóssal, valamint Adamovics Lászlóval, a Veszprém megyei rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjével. Köszöntöm a kedves nézőket! Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Pintér József rendőrfőtörzsászlósnak, a Veszprémi Rendőrkapitányság baleset helyszínelőjének. Erről és egy népszerű rendőrségi rövid filmről kérdezem vendégeimet. Üdvözlöm itt a stúdióba Adamovics Lászlót, a Veszprém megyei rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetőjét, és Pintér Józsefet, baleset helyszín előtt. Üdvözlöm Önöket a stúdióban. Ugye. Szép van mindenki. Hát először is gratulálok ehhez a rendkívüli elismeréshez. Mivel sikerült ezt kiérdemelni? Hogy sikerült ezt a magas állami kitüntetést megkapni? Köszönöm szépen a gratulációt. Indult egy baleset megelőzési programunk 4 évvel ezelőtt, és hála Istennek az odáig kinőtte magát, hogy országos hírnévre tett szert, úgymond szájhagyomány alapján, és úgy gondolták a felsőbb vezetők, hogy megérdemez a dolog annyit, hogy idáig eljutott, aztán meglátjuk, úgyhogy ennek köszönhető. És hát ugye 23 éve dolgozom a rendőrségen, és emiatt történt ez a dolog, hogy ezzel a balesetmegelőzési programmal célba ért maga a munka. Hát az interneten ez egy nagyon népszerű film lett. Hogy jött létre ez a film, vagy milyen megfontolásból jött ez létre? Miért lett ez megcsinálva, és hogy ennyire ilyen népszerűen befutott? Úgy kezdődött a dolog, hogy ugye elindult a balesetmegelőzési program, és főkapitány úr a mobilitási hét kereteimben volt egy előadás tavaly, és megtisztelt bennünket, és megnézte az előadást, és akkor mondta ő, hogy el kellene kezdenünk terjeszkedni a közösségi médiákba, és akkor lett ez a filmem, ugye a videó megosztón fönt van. Felküldtük az ORFK sajtóosztályra, ott lelektorálták, visszaküldték ugye azokra a javításokra, amit úgy gondoltak, hogy bele kell még tennünk, és november 22-én talán fölkerült. Pont a napokban néztem meg, most már elkerült a 172.000-es megtekintést, úgyhogy így lett ebből. Ez annak a filmnek, ami az előadások alatt megy, annak egy ilyen finomított változata. Betartom minden olyan dolgot, ami ilyenkor illik, úgyhogy így került föl a videó megosztóra. Hát gyakorlatilag ez egy ilyen prevenciós dolognak a részévé vált ez a film. Így van. Amit a kollégám is említett, tehát ugye ez 4 éve indult útjára maga ez a projektünk,
és ha jól emlékszem, talán most már 7000-nél is több személyes részvételű előadás volt, tehát több mint 7000-en ott voltak húsvér emberek, nem 172000-en klikkeltek. És viszont volt ez a terület, ahol még nem tudtuk ezt az akadályt leküzdeni, hogy hogyan tudnánk feltenni, hogy még többen lássák. Ennek így nyílt meg lényegében tavaly októbertől kezdve ez az út e felé. Igen, hát ez egy elég komoly prevenció, hiszen nekünk, a mi szakmánk a közlekedés az egyik legfontosabb, és európai irányelv is, hogy egy időszakra vonatkozva a legkevesebb sérüléses és lehetőleg halálos kimenetű baleset nélkül zárjuk az évet. És én úgy gondolom, hogy ennek az egyik legnagyobb lépése és mérföldköve ez a fajta megelőzési program, amit mi, illetőleg a kollégám folytat. Egyébként ez mérhető, tehát statisztikailag, hogy ugye prevenciós előadások azok segítenek a későbbi balesetek csökkenésében? Muszáj. Ez azért ennél nehezebb dolog. Nagyon összetett dolog, tehát amit mi le tudunk mérni, mert azért hiába a Veszprémről, vagy akár Várpoltáról beszélünk, hogy nagyon vegyes az összetéte itt a gépjárművezetők körébe. Nem mindig ugyanazok közlekednek értelemszerűen az utakon. Viszont abból le tudjuk mérni, hogy évről évre egyre jobban csatlakoznak be olyan cégek, vállalkozások, akik gépjárművezetőket alkalmaznak, de legyen az akár egy vízműről, vagy legyen az akár egy több száz fős fuvarozó vállalatról, akik megkeresnek minket, hogy hallották, hogy milyen megelőzési programot folytatunk, és hogy szeretnék, hogyha ezzel oda is elmennénk, évről évre visszatérően, mert hogy fontosnak látják, hogy a gépkocsi vezetőik ezt a fajta előadást is megkapják, és ne csak a száraz éves továbbképzésüket, hogy egy kicsit másképp lássák, és mi ebből mérjük le, hogy van előrelépés, és ennek a 4 év kemény munkának van gyümölcse, egyrészt a kitüntetés, ami egy elég magas szintű kitüntetés, illetőleg az, amit mi pozitív visszajelzésként az állampolgároktól és ezektől a résztvevőktől és a cégektől kapunk évről évre, hónapról hónapra, de akár mondhatom azt, hogy hetente újabb és újabb felkérések érkeznek. Hát rendőrség fontos feladatának tekinti az iskolákban is tájékoztatást, itt Várpalotán is volt rá példa. Így például most így a filmre is rátérve, amikor ez be van mutatva és beszélgetés zajlik erről, nem is tudom mi a jó szó, hogy mennyire döbbennek meg, vagy mennyire fogják fel, hogy miről is van szó az, hogyha valaki egy kicsit lazábban veszi úgymond a közlekedési szabályokat. Úgy néz ki az előadás, hogy másfél óra, ez egy olyan lélektani határ ennél a korosztálynál, hogy a 2-45 perces órát össze szoktuk vonni, ez meg van beszélve a pedagógusokkal, akinek ki kell menni mosdóba bárhova, ő kimehet, és amúgy ki lehet bírni ezt a másfél órát, és mire az a filmbe van mutatva, ami konkrétan az előadásra lett készítve, úgy addig beszélgetünk több mint egy órát, mert abban a filmben, a 14 percben, ugye jó néhány év anyaga benne, abban 95 darab halálos baleset van, 27 darab személyi sérülés, és van benne 18 darab gondos vagy helyszíni videó. Az a tapasztalatom, hogy az elején megvannak a mozgó emberek, mindig a jelentkező emberek, és a körülbelül egy olyan 4 óra 20 perc eltelik, addigra leszokott nyugodni a tömeg. És a végére jön a néma csend, és sokszor nem tudnak fölállni, mert nem tudják, hogy mik vannak az utakon, el kell nekik mondani. Tehát semmi olyan kifejezett trükk nincs ebben az egészben. Én úgy gondolom, hogy ennek a korosztálynak főleg, de mindenkinek, igenis meg kell mutatni a valóságot, és el kell mondani az igazságot, hogy mi történik, mert nem látják, nem látnak bele ebbe az egészbe. De egyébként nem tudom, arról van-e visszajelzés, mondjuk ők, akik ezt megtapasztalják, így már kicsit úgy érzelmi viszonyba kerülnek ezzel, tehát ők a szüleik fele, mások fele ezt mennyire tudják továbbítani és figyelmeztetni, rájuk hatni a egyéb közlekedőkre. Jellemző a diákoknál nagyon, mert például ugye én itt lakom Várpoltához közel,
és a Tesco-ba egy turi gimnáziumos előadás után találkoztunk egy csapattal, hogy feleségemmel és családommal voltunk bevásárolni, és oda jöttek, hogy főnök, jó volt az előadás, hétvégén voltunk 4 autóval Siófokon, és mind a 16-an be voltunk kötve, és 80-an nem mentünk többel, és a fiatalok főleg, de én ezt el is szoktam mondani, mert azért hajlamos nagyon sok szülő, ugye a biztonsági övet elmulasztani, a főleg a hátsó sorba, stb., hogy rászólnak a szülőkre. Mert ők látták, hogy ebből mi fog bekövetkezni, és úgy gondolom, azt meg kell mutatni, máshol nem tudunk, főleg ennél a korosztálynál, ennél a középiskolás korosztálynál. Hát a közlekedésben azért nem csak a biztonsági övről van szó. Nyilván a film azért több ilyen dologra kitér. Mik ezek, amik így kimondottan balesetveszélyes dolgok? Hát, ugye mindig arról kérdeznek, és mindig arról kell beszámolnunk, hogy ugye mik a mik szerepelnek, milyen baleseti okok szerepelnek ugye a favorit és a top helyeken. Ugye mindig elmondjuk, hogy a sebesség nem megfelelő alkalmazása, tehát a relatív gyors hajtás, az elsőbség előzés szabálynak a megszegése, kanyarodási szabályok megszegése, ezek mindig azok a kategóriák és azok a baleseti tényezők, amik, illetve okok, amikből aztán baleset következik be. Maga a film az ennél többet dolgoz föl, hiszen vannak nem nevesítettek, mint a linkség. Amikor nem tudjunk, egy egyenesen haladó jármű minden adott ahhoz, hogy optimálisak az útviszonyok, látásviszonyok, és ennek ellenére mégiscsak letér az útról, és árokba hajt, fölborul, megsérülnek. És a balesethez vezető ok az az volt, hogy a gépkocsi vezető matatta az autórádiót. Erre nem lehet más mondani. De ugyanúgy... Egyébként mennyi az az idő, ami elegendő ahhoz, mondjuk egy picit félre nézek telefonra, rádióra, vagy hátra a gyerekhez, hogy megtörténjen a baj? Ez mindenkinél más. Tehát én azt tudom mondani, hogy mindenkinek a vezetési stílusa, illetőleg a rutinja az, ami ezt befolyásolja, hiszen egy rutinos vezető tudja, hogy mikor nézhet hátra, tudja, hogy mikor nyúlhat esetleg bárhova, míg egy olyan, hívjuk őket hétvégi vezetőknek, akik ritkán ülnek autóba, és akkor is csak két bizonyos pont között, ők ilyen értelemben potenciális baleset források, hiszen nincs meg bennük ez a rutin, tehát mindenkinél más, de mondhatjuk a telefonálást is. Tehát a mai világban, ugye egy digitális világban élünk, viszont nem használják ki ezt az emberek. Tehát mi mindig ott tartunk, hogy azt látjuk, hogy gépkocsi vezetők a fülükhez szorítva, vállal, könyökkel, vagy éppen azzal a testrészükkel, amikkel tudják, szorítják a telefont, hiszen annak ellenére, hogy fillérekből autókihangosítót, de akár a mostani járművekhez már értelemszerűen rákapcsolódnak a telefonok, tehát azért mondom, hogy... Tehát alapból be van szerelve. Így van, digitális világban élünk, és az emberek mégsem élnek ezzel a dologgal, és pedig csak egy gombnyomás. Nem lehet, hogy ebben az benne van, hogy egy kicsit a kivagyiság is, meg hát tehát nagyon profinak, vagy nem is tudom, szupermennek képzelik magukat, hogy ők... A kollégám erről többet tud mesélni, nekem az a véleményem különben, hogy pontosan az a baj, amiért ez a film is készült, hogy nagyon sokan, akik nincsenek ebben benne, és akiknek nem mondták el azt, hogy mi történhet, úgy gondolják, hogy ővelük ez nem fog megtörténni. Pedig bárkivel megtörténhet. Bárkivel megtörténhet. Nem beszéltünk még itt az ittasságról, egyebek, mert azért ez sok dologról szól. Ugye a baleset itt a filmben úgy van, hogy a kezdőbetűk az mindegy-egy témát ölel fel. Ezt fel tudjuk sorolni? Mik ezek? Igen, ugye amikor elindult ez a dolog, talán ez a védjegy az előadás sorozatnak, hogy én a raktárban találtam egy baleset táblát, tudtuk volna, akkor elhoztuk volna. Ez egy olyan régi tábla, hogy még ladák és uazok voltak a rendőrségnél, és föl szokták akasztani a hátuljuk, mikor baleset volt. És egyik munkaközi szünetben pont ugye étkezés volt, és akkor nézegettem azt a táblát, és úgy hirtelen pattant bennem, hogy ebbe a 7 betűbe a baleset szóba, ebben benne van minden olyan ok, ami a nagy közlekedési tragédiákhoz vezet. Nem így mondanám, hogy a balesetnek az oka, hanem inkább a közlekedési tragédiának, és ugye szó szerint a biztonsági övnek a hiánya az alkohol, ahogy mondtad, a linkség, az előzés, a sebesség, az elalvás és a telefon a végén. És ugye az előadások után
én szoktam tartani a kapcsolatot igazgatókkal, pedagógusokkal, pszichológus volt már velünk, ugye nekem nincsen ilyen végzettségem, tehát én csak azt tudom elmondani, hogy az utcán van. És ők adták nekem ezt az ötletet, hogy ezt a baleset táblát, ezt tegyük ki, hogy ezt a gyerekek lássák végig, meg hogy be kell nekik mutatni, mert ugye ők már annyira digitális, meg online korosztály, hogy ő nekik az az információ, nem információ, ami csak úgy simán bejön, és ez a tábla, ez egy ilyen kézzelfogható valami. És szoktam nekik mondani, hogy tegyék-e oda háttérfájba valahol, és jusson eszükbe, és akkor az előadáson is ugye betűnként végigmegyünk, és megnézzük, hogy mik következtek be, és nagyon-nagyon sokszor döbbenet van, hogy egy félrenézésből, vagy egy kesztyűtartóba belenyúlásból mik történnek. Úgy kinn a forgalomban, nyilván rendőrség nem tudott lenni minden helyszínen egyszerre, de mennyire lehet kiszűrni az ilyen embereket, az ilyen sofőröket a forgalomból, vagy egyáltalán észre lehet-e időbe venni? Hát ez egy eléggé nehéz kérdés. Három fajta embert ki lehet szűrni. Az ittas vezetőt, aki nem használja biztonságjövét, illetve aki telefonál. Na most a többi, hát néha azt szoktuk mondani, hogy ezek a bevásárlóközpontok, ezek egy gyűjtőhelyek, mert itt találkoznak azok, akik előbb-utóbb balesetet fognak okozni. Pedig egy nem megoldhatatlan feladat kitolatni egy parkolóhelyről. Na, ők is egy kategória. Az összes többi viszont, aki a sebességet nem jól választja meg, az elsőbséget, vagy az előzés szabályait megszegi, sajnos ővelük legtöbbször már csak a baleset helyszínén találkozunk, de pont ez a lényeg. És ezért megy most már 4 éve, és remélhetőleg még nagyon sok évig ez a megelőzési előadás, hogy eljussunk őhozzájuk, mielőtt balesetnek a szenvedői lennének. Egyébként így életkor szerint, vagy nemek szerint ezeket el lehet különíteni, hogy kik azok, akik hát így a többi közlekedőre nézve veszélyesebbek, vagy az idősebb korosztály mondjuk jobban betartja a szabályokat, vagy a fiatalabbak, linkebbek, lehet ilyen határvonalat húzni? Persze, hát ez így van, hogy azt mondom neked, a fiatal titánok, mint mi is voltunk annak idején, ugye mi is azt hittük, hogy golyóállók vagyunk, meg savárok, azt a kiderült, hogy mégse. És az egyik kollégámnak egy nagyon jó mondása, hogy az autóknak a felépítéséből, meg a felszereltségéből nagyjából lehet következtetni az embernek a vezetési stílusára. Ugye a fiataloknál, hogy szlengel érjek, a szétgyúrt kocsik, tehát nagyjából tudja az ember, hogy agyig van ültetve, akkor azok úgy fognak közlekedni. De én úgy gondolom, hogy a telefonhasználat, azt egyszerűen nem értem, hogy mi lehet annyira fontos. Ez korosztályfüggetlen. Korosztályfüggetlen, és nagyon-nagyon sok esetben, most lehet, hogy ezért engem nem fognak nagyon szeretni, de nagyon-nagyon sok esetben, és fel vagyok rajta háborodva, hogy ugye a nehéz tehergépjárművek, tehát mondjuk hétköznapi nyelven a kamionosok 40 tonnával a hátuk mögött telefonálnak, sőt, most mondja, nem a telefonálás a fő probléma, hanem üzenetet írnak a kormányon. SMS-eznek, csetelnek. Messengereznek meg, ami ilyesmi van, és ami még nagyon elgondolkodtató, hogy sajnos a buszsofőrök között nagyon sok van, aki telefonál. Hát akkor komoly probléma van egyes embereknek, ugye a felelősséget tekintve. Igen, és én úgy gondolom, hogy ugye ez nekünk a munkánk, de itt a fejekben van a fő probléma. És azért akarjuk mi ezt megmutatni, hogy hoppá, nem, majd visszahívom és félreállok. Egy kicsit tovább menve, ugye a fejekben is van probléma, hogy kollégám említette, viszont azért nem annyira előre haladva, de az oktatási rendszer, ami nekem még az egyik szívfájdalmam. Ugye a mai napon, ha valaki beiratkozik egy oktatási intézmény, hogy vezetőengedélyt szeretne szerezni, nem tudunk oda menni egyetlen egy oktatási képző intézethez, hogy abba az oktatási rendszerbe kapjunk egy órát. Ők ellenállnak ennek talán? Vagy? Nem. A digitális világ. Tehát jelen pillanatban 20 emberből 5 ül be kressz oktatásra a kressz vizsga előtt. Ugyanis online felületen már
ez működik. Tehát vannak úgy, hogy akkor találkoznak először a tanulóval, beiratkozás után, amikor elmegy KRESZ vizsgázni, aztán esetleg egy EU vizsga, és már ülnek be az autóba. Tehát itt azért értem én azt, hogy 2018-at írunk, de ezzel a fajta megelőzési munkával sajnos pont azokat akkor nem tudjuk megfogni, amikor lehet, hogy kellene, hanem csak előbb. Tehát ugye itt azért fókuszáltunk rá. Tehát az a lényeg, hogy úgy menjenek már a KRESZ oktatásra, vizsgára, hogy előtte képzést kapjanak. Hogy már egy képzést kapjanak, hiszen amin meg tudtuk őket így fogni, úgymond, ez tényleg a középiskolai képzés, illetőleg hát majd kollégám majd mesél róla, az egyetemi képzés, és talán még ez, ami közel van ahhoz, hogy ők vezetőengedélyt szereztek már, vagy éppen folyamatban van, és ezt a hiányt próbáljuk megadni nekik, pótolni, de ez én úgy gondolom azért ennek a rendszernek egy nagy hibája, hogy ez a fajta képzés is elment arra fele. Lehet, hogy ezért igen, megköveznek, de én úgy gondolom, hogy ez egy hiba, pont ebből kiindulva. Tehát egy 17 éves fiatal megkapja a vezetői engedélyét, és lehet, hogy két hónap múlva olyan tragédiát okoz, mint ami sajnos tavaly év végén is volt Veszprémtől nem messze. Rátót alatt. Így van, Gyulafi Rátótnál. És ott egy 3 hónapos vezetői engedéllyel rendelkező fiatalról beszéltünk, aki nem ért már oda, ahova indult. Akkor egyrészt ugye a vezető képzés is nagyon gyenge lábakon állhat, meg másrészt ugye a felelősség kérdése, ami az emberekben valahogy nem tudatosul. Hát konkrétan nincs tanfolyam. Leülsz a gép elé, ha te ülsz le. Ha nem, akkor leül valaki, megkapod a kódodat, megcsinálod, levizsgálod, azt mész vezetni. Tehát nem ülik végig azt, ami mi annó. És akkor Franci Imre bácsi elmondta, hogy mennyire hülye vagy, mert nem tanultad meg, és ültünk ott legalább 50-en, és megtanultad már csak azért is, hogy ne égjél be a többiek előtt, nincs ilyen. Nincs. Levizsgáznak, mennek vezetni, és ugye én ennek most aktív részese vagyok, mert a lányom 3 hete kapta meg vezetői engedélyét, hála Istennek, tehát egy veszélyforrás a föld, de hát ez az életnek a rendje, és azért annak örültem, hogy ők jártak tanfolyamra, és az volt a KRESZ oktatója, aki nekem érettségi vizsgabiztosom volt, és tanárom volt, tehát végighallgatták, ha unalmas is, de eszükbe jut, hogy mi történt, mert megtanulják a választ, x-elünk, kész, sikeres vizsgát, köszönjük, mert itt az igazolást, elküldjük online, letöltjük, aztán mehetünk vezetni. Ugye nem csak a balesetet okozók részéről, hanem a másik fél részéről, tehát a vétlen közlekedők esetében nincs ott is esetleg ilyen némi felelősségről szó, hogy tehát, hogy időben felismerje mondjuk azt a helyzetet és lassítson, vagy megpróbálja elkerülni. Tehát próbálok arra kiukadni, hogy a veszélyi helyzet felismerés azért gyenge lábakon áll sokak részéről. Hát biztos, hogy van ilyenről is szó, és egyes esetekben vizsgáljuk is. De jogilag ugye a veszélyhelyzetet előteremtő az, aki felelős. Az természetesen megint egy másik kérdés, hogy a sértett adott esetben mit tett, vagy nem tett annak érdekében, hogy a balesetet elkerülje. Én ezért vagyok úgy vele, és az a véleményem, hogy magát a képzést, illetve az utánképzést, és itt nem arról gondolok, hogy, vagy nem arra gondolok, hogy mondjuk valakinek elvették a vezetőengedélyét, mert mondjuk itt a sápotba vezetett, hanem a 5 évente, 10 évente átlagot mondjuk, egy 10 évente lejáró orvosi alkalmassági vizsgát követően, vagy vizsgátot követően voltak már törekvések arra, hogy mit lehetne annak érdekében, hogy ezek az úgymond úrvezetők, akik csak az orvosiuk lejár és már újabb 10 évre vehetnek részt a forgalomban vezető engedélye, hogy valahogy őket egy kicsit visszahozni, ha más nem egy kreszteszt kitöltésével, hát nem tudják elképzelni, milyen önjelölt kresztudorok vannak az utakon, akik szerint más, hogy akik kereszt. Szerint olyan szinten más, hogy meg is győzik arról, vagy legalábbis megpróbálják győzni, még akár minket is, akik 15-20 éve kresztkönyvvel kelünk és fekszünk,
De olyan bődületes dolgokkal, hogy mondom, ez nem is hinnék el. És ezért gondolom azt, hogy akár az oktatás, vagy az utánképzési részt kellene azért Magyarországon változtatni, természetesen nem úgy, hogy mondjuk ezt még plusz terhet róna, anyagi terhet az emberekre, hiszen nagyon sokan vezetnek, de mégiscsak valamilyen szinten, ha már az emberekben nincs meg az a késztetés, hogy egyszer-egyszer azért megforgassam azt a kresszkönyvet, vagy akár online-on is, online rendszeren keresztül is egy ingyenes kressztesztet töltsek ki. Rengeteg ilyen van. Rengeteg ilyen van. Nagyon sokan szégyenkeznének magukon, hogy hát bizony, hogyha ezt annak idején tettem volna, akkor bizony ma nem ülnék a gépkocsi kormánya mögött. Hát magam is meglepődtem ilyen, amikor részt vettem egy ilyen ingyenesen, és hát nem az az eredmény született, mint amit vártam. Tragédia bekövetkezik, utána jön a rendőrség részéről a nagyon kellemetlen rész. Mennyire lehet utólag feltárni, hogy mi történt, hogy történt, mert nyilván már szerencsésebb esetben mindenki a maga igazát állítja. Szóval hogy lehet, mennyire lehet feltárni ezeket? Ugye úgy van ez a tragédiára, gondolom most halálos balesetre gondolsz. Vagy, nem feltétlenül. Nem feltétlenül, vagy valami maradandó fogyatékosság, stb. De maradjunk egy nagyon komoly balesetnél. Tehát ez nem úgy zajlik, hogy a baleset helyszínek kimennek, és akkor ők lehelyszínelik. Tehát az ilyen kérdésekben, mondjuk egy halálos balesetnél ugye van kint közlekedési parancsnok, van kint műszaki szakértő, van kint orvos. Ugye a mentő alapjában kint van, de kell hívnunk külön ügyeletes orvost. Ugye az ilyen helyszínek akár eltarthat 4-5-6 órát is, addig lezárjuk az utat, és amíg minden olyan körülmény nincsen föltárva, akár műszakilag, akár a pályából, akár hogyan, hogy az elegendő lesz ahhoz az eljáráshoz, aminek a végén ugye a bíróság azt mondja, hogy ki volt a felelős ezért a balesetért, azt nagyon részletesen meg kell nekünk csinálni, mert ugye az a helyszín az egyszerű és megismételhetetlen, azt utána utólag ugyanúgy nem lehet beállítani, és ez teljesen mindegy, hogy ez reggel van, éjszaka van, esik a hó, 40 fok van, 70 fokos az aszfalt, vagy mennénk haza, mert éjszakások voltunk, és nagyon-nagyon oda kell figyelni mindenre, tehát ezt nem a helyszínen, hogy rendőr találja ki, hogy ott mi van, ez egy komoly csapatmunka, egy komoly tím dolgozik egy ilyen közlekedési balesetnél, ami utána ugye vizsgálati szakba kerül, és még egyszer végig van minden zongorázva, úgyhogy de nagyon nagyon aprólékos dolgok, akár nagyon-nagyon sokszor figyelni. Vannak azért nagyon nehezítő körülmények? Teszem azt erős esőzés, meg gondolom az azért most se folyamatosan hát, nyomokat. Ugye vannak kellemetlen helyzetek? Egy komoly balesetnél, főleg ahol egy nyomszegény helyszín van, ott igen komolyan kell ezeket a helyszíni cselekményeket végrehajtani. Főleg akkor, hogyha mondjuk abban a balesetben egy szemjármű szerepel, kettő személy, mind a kettő adott esetben kiesik az autóba, mert nincs bekapcsolva a biztonsági öve, és az egyik személy meghalt. Na most ez 10 esetből 9-szer, ha aki túléli, ő azt fogja nyilatkozni, hogy persze, aki meghalt, ő vezette az autót. De ugye a baleset helyszínelők, ők azért azt el kell, hogy mondjam, tehát egy elég komoly szakmai továbbképzésen vesznek részt, és képesítést szereznek arra, hogy az ilyen helyzeteket és az ilyen helyszíneket is megoldják. Azt lehet mondani, hogy hát ők is egyenruhás rendőrök, alapjába véve közlekedési rendőrök, de egy kicsit bűnügyi helyszínelők is, egy kicsit nyomozók is, hiszen pont ezek azok a helyszínek azok, ahol bizony elő kell venni ezeket a tanultakat is, és mondani egy elég komoly szakmai tréning, amin ők részt vesznek, és képesítést szereznek arra, hogy ők baleset helyszínek legyenek. És természetesen az már parancsnoknak a felelőssége, hogy ezt mind magas szinten műveljék, és képezzék magukat évről évre, amihez azért nagyon hozzá kell tennünk magunkat, hiszen itt a gépkocsi műszaki felszereltsége és mindenféle vezetéstámogató rendszer, ugye azt látjuk, hogy akár hónapról hónapra úgy bővül, hogy
lehetséges, hogy nem azért nyomszegény a helyszín, mert hogy elmosta az eső, hanem egyszerűen a jármű olyan, hogy nem fog nyomot hagyni. Na de nekünk még akkor is azt mondom, hogy sajnos még mindig abból a technikából kell dolgoznunk nagyjából, amikor ladák és Wartburgok közlekedtek, most pedig már elektromos autókkal járnak nagyon sokan. Meg önvezető autók is kezdenek elterjedni. Érintőlegesen szó volt arról, hogy a hátsó ülésen a biztonsági öv. Sokan szerintem mindig nincs tának tisztában ennek a miértjével, mikéntjével. Miért fontos, hogy a hátsó ülésen is be legyen kapcsolva? Ugye nem gondolnak bele, hogy mekkora erők hatnak egy közlekedési balesetnél, és ha csak azt nézzük, hogy mondjuk három ember be van kötve egy autóba, és egy nem, és esetleg egy olyan ütközés van, ahol fordul tetőn az autó, vagy mert előfordul, tehát az az egy nem bekötött embernek a teste olyan szinten vándorol az autóba, hogy a másik háromnak olyan mértékű sérülést okozhat az összefejelések miatt, hogy ebbe akár halál is lehet. És ugye ezt az előadáson be szoktam mutatni, és el szoktam mondani, alátámasztva mindent fényképfelvételekkel, hogy mi történt, hogy egy ekkora ember, mint én vagyok, a fejtámla és a tető között az a 15 centi helyen simán elfér előre. Ami a hátsó sorból. Elég hihetetlenül hangzik, igen. És ugye, ha ott egy törékenyebb testű ember, vagy egy gyerekül, akár gyermekbiztonsági rendszer, bármi, nem kell hozzá túl nagy fantázia, hogy ezt kitaláljuk, hogy mi fog történni. Ami még rettenetes nagy sérülést okoz azoknál az embereknek, akik nincsen hátul bekötve, nagyon sokszor találkozunk ilyennel, hogy az első biztonsági övnek a felső bújtatója, amiben ugye csúszik, az egy ilyen fém keret, azt szokták lefejelni, és olyan agysérülést okoz a homloklemenybe, hogy akár bénulást, vagy akár maradandó fogyatékosságot, de voltak is, sajnos ezért halt meg. És nem gondolják, mert hogy hátul minek. Mert ugye ez tévhit, hogy hátul biztonságosabb az autó. Ez rettenetes nagy tévedés. De sajnos történt nekünk olyan balesetünk január 1-én egyes naplószámmal, nem is olyan nagyon messze innen, ugye az Ösküli behajtónál, ahol egy kislány nem volt bekötve 4 évesen, és a jobb hátsó ablakon 36 méterre elrepült az autóból. És őnek is sajnos 4 éves korában meg kellett halni január 1-én, mert a szülei úgy gondolták, hogy biztonságos, hogy halszik a hátsó ülésen, és ezek nagyon durva dolgok, úgyhogy amikor meglátják az emberek, hogy valójában mi történhet, így kérdezted az előbb a visszajelzéseket, hogy kintről milyen kontroll van, nagyon sokan elmondják utána, hogy azóta nem mentünk, hogy nem volt bekötve senki a kocsiba. Tehát igenis bekötik hátul is, mert ugye nem mondják el sehol igazából, hogy konkrétan a biztonsági övnek a használata az miért van. Ugye amit mi kapunk az utcán, egy az, hogy azért, hogy ne röpüljünk ki a kocsiból, kettő, biztos úr az én életem, azt csinálok vele, amit akarok. Miért nem bízza rám? Három, összegyűri az ingem nyakát, meg hogy koszos lesz az ingem tőle. És ugye el szoktam mondani az előadáson, ez rettenetes, nagyon durván hangzik, hogy ha valaki megvan bírságolva a biztonsági elmulasztása miatt, ez a másik közlekedőnek az irányába egy szolgáltatás a rendőrség részéről. Most gondolom, sokan föl fogják kapni a fejüket, hogy ilyet még nem hallottak. Ugyanis, hogyha én okozok neked balesetet, és ugye a rendőr rád bízt, hát a te életed, azt csinálsz fel, amit akarsz, én okozom a te balesetedet, én vagyok az okozó, te ebben a balesetben mondjuk meghalsz, mert nem volt bekötve az öved, azért engem becsukhatnak 2 évre a börtönbe. Most akkor kinek az életével játszunk? Tehát ezek nagyon durva dolgok, de sajnos ezek vannak az úton. És ezt mikor meg van mutatva az embereknek, na jó, nézzük meg akkor ez a sztori, hogy fedi a valóságot vagy nem, 8-as számú főúton, hogy néz ki ez a baleset, és akkor mindenki le van döbben, hogy ilyen van, ilyen van. Gondolom sokan talán azért a tévhit része, hogy a légzsákok, elektronika, hogy majd az autó megvéd, de mégis hol van az a határ, amikor mondjuk már halálos lehet egy, tehát mondjuk sebességhatáról halálos lehet egy baleset, tehát ugye, akár egy fának csapódás vagy ütközés. Itt visszautalok arra, hogy a balesethez vezető okokra ugye első helyen szerepel országos szinten, nem csak Veszprém vagy akár Várpalota szinten, ugye a sebesség nem megfelelő alkalmazása, de ugye ott is kiemeltem akkor, hogy ez a relatív gyors hajtás.
ugye van az abszolút és a relatív gyorshajtás. Abszolút gyorshajtásból, amikor egy ténylegesen egy 90 km per órás sebességnél azért történik a baleset, mert a gépkocsi vezető 108-al ment, ebből történik a legkevesebb. Inkább a relatív gyorshajtás, ami ugye a legtöbb balesethez vezető, vagy legtöbb balesetet okozza, amikor a gépkocsi vezető fejben nem jól méri föl távolságot, sebességet, időjárást. És ugye ezt mindig mondjuk, hogy azért, mert a gépkocsik tele vannak mindenféle technikai újdonsággal és fejlesztéssel, a fizika ugyanúgy hat rá. Csak legfeljebb már akkor észleli, amikor már késő. És ezek a dolgok, ezek mind fejbe dőlnek el, nem az autó fogja eldönteni. Egy ideig igen, de mondom még egyszer, a gépkocsi vezető már csak azt fogja tudni, amikor már nincs hátra, és menthetetlenül lesodorodik például az útról. Tehát a mai magyar közlekedésben a országosan 560 halálos balesetből is a legtöbb eset, ugye az a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt. De ez kizárólag az embereken múlik, és ott érhető tetten. Hát remélhetőleg, hogy rajtunk kívül is minden olyan megelőzési szakember ezen dolgozik, hogy ezen változtassanak. Voltak-e példákra, gondolom ennyi idő alatt biztos, hogy a balesetet elszenvedők, akik mondjuk akár súlyos balesete volt, túlélték, utólag lehetett velük beszélgetni mondjuk néhány év elteltével, hogy mennyiben gondolkodtak ezek után másként, újraértékelték-e a dolgokat? Egy konkrét baleset után, ugye az a baj ebbe az egészbe, egy picit hadd kanyarodjak vissza Valazedús úrnak a mondandójához, hogy kettő fő probléma van, ami a legnagyobb baj a közlekedésben. Ugye 2018-at írunk, ugye beszéltünk itt a biztonsági rendszerekről, most már annyira modern autók vannak, ugye ha ráadod a gyújtást, mint egy videójáték szint az egész műszerfal, és ezek a biztonsági rendszerek az átlagembernek rettenetes hamis biztonságérzetet adnak. Azt hiszik, hogy a kocsi meg fog mindent csinálni, és ugye a fizika az mindenkire vonatkozik. Nem valahol az autógyártók felelőssége. Hát nem gondolnám, hogy felelősség a fejekbe, amiről beszéltünk. A másik dolog meg, hogy ugye a mai technikával, a hónapi sebességgel, és sok esetben a tegnapi minőségi utakon közlekedünk. És ezt az emberek nem kalkulálják be. Nem kalkulálják be a hideget, a jeget, a ködöt, stb. Ugyanakkor indulunk. Ezt szajkózzák mindenhol, egyszerűen nem tudom, hogy miért, és ugye akkor jönnek a tragédiák, utána már átértékelik ők is, amit ugye kérdeztél, hogy találkoztunk-e már olyan emberekkel. Ugye egy nagy baleset, a baleset helyszínnek az életébe nem azt mondom, hogy darab, hanem egy olyan esemény, ami lehet, hogy aznap a harmadik, vagy lehet, hogy abban a hónapban, de azoknak az embereknek, akikkel bekövetkezik, azoknak egy olyan jelentős esemény, ha nem is tragédiával végződik, hogy ők mindig fognak ránk emlékezni 5 év múlva, 10 év múlva. Én erre mondanék egy példát, 2003-ban volt nekünk egy nagy balesetünk itt a Szélhelynek a tetején, egy motoros életét vesztette, és elég komoly herce-hurce volt itt a sebességgel mindennel. Én 2012-ben mentem a pesti busszal Budapestre, a sportkolászba kontrollra. A barátom vezette a buszt, és elülültem, és felszállt a Székesfehérvári kórháznál egy ember. És rám nézett, nyújtotta a kezét, üdvözlöm Pintér úr, mi történt magával az elmúlt 9 évben? Tehát olyan szinten, és vannak ugye, hogy én most csinálom ezeket az előadásokat, nagyon sok mindenkivel tartom a kapcsolatot. Például 2006-os kettős halálos balesetből az egyik kislány életben maradt, én kaptam tőlük képet a 2017-es karácsonyra. És nagyon sokat változik az életük. Volt, aki eljött már előadásra, elmondta a történetét. Ugye volt két híres ember, a Pásztor István, ugye világvállalat kézilabdázó és a Csík János Csíkzenekarnak az alapítója és a frontembere. Ők is elmondták és hozzájárulták, hogy nagyon-nagyon gyökeres változás jön, de addig ők se tudták, hogy mi lesz. És a
az urológus doktornak a szavai a hadélyek, Nagy Sándor doktornak. Ez a baleset régez, hogy kétféle ember van. Az egyik jövő bekövetkezett, a másik meg a jövő befog. És nagyon vigyázni kell. Csak hát ezt hajlamosak vagyunk, hogy velünk miért történhetne meg. Voltak-e olyan kirívó esetek így az idő során, ami mondjuk a rendőrséget, a szakembereket is meglepte, vagy felmerül az emberben a kérdés, hogy miért? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából minden nap felmerül baleset helyszínekben a kérdés, hogy ez miért következett be, hiszen egy apró figyelmesség, a KRESZ szabályoknak a betartása, én úgy gondolom, hogy ennyi elég lenne ahhoz, hogy minimálisra leredukálnánk a baleseteknek a számát. Tehát igen, a kérdésre a válasz az, hogy nagyjából minden nap felmerül a kérdés, hogy de ez most miért? Visszautalva adott esetben arra is, hogy a hiányos KRESZ ismeretek, de mondom még egyszer, hogy apró figyelmetlenség, apró figyelmességgel és körültekintéssel nagyon sok balesetet el lehetne kerülni. Milyen tanácsot lehetne megfogalmazni, így röviden, tömören, amit muszáj lenne megfontolni a minden közlekedőnek, akár gyalogos, akár autós? Én kettő dolgot mondanék. Az egyik az az, hogy induljunk el időbe, a másik, hogy mindig tartsuk szem előtt, hogy jönnek szembe. Mindig. És vigyázzunk egymásra. Tehát nem figyelünk most. Veszprémben járok dolgozni. Kiérünk Várpalotán, most már kész az út, minden. Mit csinálnak? Az emberek előzgetnek Veszprémig. Én soha nem gondoltam volna, nekem ezres autó elég lesz, ezres Suzuki-val járok, 80. És mit csinálok? A Veszprém Olkútnál beállok a mögé az autó mögé, aki végig előzgette a sort. Aki nagyon sietett. Így van. Tehát nem nyerünk semmit. Ezt mindenki szerintem tudomásul kéne neki venni, hogy a biztonság az első, és vigyeljen a másikra, mert lehet, hogy azzal kiküszöbölünk egy balesetet, hogy ő észrevesz olyat, lehet, hogy annak az embernek rossz napja van, ő neki be kell menni a kórházba, beteg a gyereke, bármi történt vele, tehát nincsen olyan ideg állapotban, és ha nem nyomjuk a dudát, mint az állat, hanem figyelünk rá, hogy gyereki, akkor ez már olyan gesztus a másik irányába, hogy nagyon sok mindent el lehet vele kerülni. A figyelmesség mindenféleképpen, és a tolerancia, ami sajnos én úgy látom, hogy egyre kevesebb az egymás közti, akár legyen az személygépkocsi, motorkerékpár, személygépkocsi, kerékpár, az egymást iránti tolerancia az arra hívná fel a figyelmet és a türelemre. Több türelem kellene a közlekedőknek. Így van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen.